Szentség és a papság alapításának az ünnepe. Megköszönjük Jézusnak ezt a végtelen szeretetet, amivel nap mint nap lehajol hozzánk, amivel meg akarja mosni tanítványainak, azaz nekünk a lábát, lábunkat, és itt hagyta önmagát, hogy életünk legyen. Aki eszi az emberfia testét és iszza az ő vérét, annak élete lesz. És itt hagyta a papságát a kiválasztottakban, hogy mindazt, amit ő véghez vitt, papjai által adja tovább. Köszönjük meg a papságot, a papokat, a szerzeteseket, mindazokat, akik lemondva világ javairól, Isten és ember társaik szolgálatára szentelődtek. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónunk! Thank you.
Olvasmány Mózes második könyvéből. Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban. Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap, ez legyen az év első hónapja. Hirdessétek ki Izrael egész közösségének. A hónap 10. napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Azt szerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap 14. napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete este felé vágja le. Vegyenek a véréből, és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldök fájára, amelyben elköltik. A húsát tűzön megsütve, még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák. Így fogyasszátok. Legyen a derekatok felövezve, sarú a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban, embert és állatot, s ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Én az Úr. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem. Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt. Vegyétek és egyetek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Amikor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje. Jézus,
legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette ővéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt. Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így felelt. Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott. Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Jézus azt felelte. Ha nem moslak meg, nem lesz semmi között hozzám. Erre Péter így szólt. Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is. Jézus azonban kijelentette. Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájon. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta, nem vagytok mindnyájon tiszták. Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk. Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ezek az evangélium igéi. Köszönöm, kedves testvéreim! Jézus asztalhoz ül tanítványaival, akik nem tudják, de érzik, hogy rendkívüli ez az este. Ennek az estének, nagycsütörtök estének történetében két mozzanatra szoktunk gondolni és emlékezni. Az egyik, hogy vette a kenyeret, átváltoztatja a testévé, a másik, hogy vette a kenyhet, és a benne lévő bort átváltoztatja az ő szent vérévé. Pedig van még egy harmadik mozzanata is ennek az estének, és az a mozzanat az, amit a mai evangéliumban hallottunk, hogy vette a vászonkendőt, a derekára kötötte, vette a tálat, és megmossa a tanítványainak a lábát. Ha megfigyeljük az evangéliumokat, akkor észrevesszük, hogy Jézus beszédeiben gyakran helyet cserélnek a szavak. Például az elsőkből lesznek az utolsók. Az utolsókból az elsők, aki közületek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Jézus halála élesen két részre különül, mondja Pilinszky János. Az egyik rész a búcsú liturgikus szépsége. A másik pedig a szenvedésnek az éjszakája, azaz a keresztnek a drámája.
Ennek az utolsó estének a története a földi valóságot az örök életnek az időtlenségébe emeli. A véges ember és a végtelen Isten drámájának lehetünk a tanúi. Mindvégig szerette őket. Milyen szívszorító, megrendítő ez a szó. Mindvégig. Akkor is, amikor a halál félelemtől vérrel verítékezve ott a Getsemáni kertben elalszanak mellette az apostolok. Akkor is, amikor az elfogatása után szétszélednek az apostolok. És amikor csak János áll ott a kereszt alatt. Minden szava, Jézusnak minden szava és minden cselekedete a mindvégig tartó szeretetről beszél. Azt is tapasztaljuk Jézus életében, hogy sokszor meglepetésszerűen cselekszik. Egyetlen tanítvány sem volt hajlandó elvégezni a lábmosás szertartását, inkább mozdatlan kézzel ülnek oda a vacsorához. És akkor véletlen számukra, vagy nem, de hogy váratlan, az biztos, hogy feláll valaki ott az asztal végén. Micsoda alázattal, gondoskodó szeretettel lát hozzá, és végezel mindent saját kezével Jézus. Ez a feladat, a lábmosás, ez rabszolga munka volt. Olyannyira rabszolga munka volt, hogy zsidó szolga ezt el sem végezhette. Botránkoztató, példa nélküli, hogy ezt a mester teszi meg. Ő mossa saját alkotásainak a lábát, mondja szíriai Efrém. Ő mossa saját alkotásainak a lábát. És kedves testvéreim, ez több, mint egy egyszerű szolgálat. Ez isteni üzenetet hozó példa. Lábainkhoz lehajolva az egész valómat, az egész egyéniségemet, az egész egzisztenciámat mossa, mert mindvégig szeret. Mert az önkért vállalt kereszt halálig szeret minket. És ez a történet, testvéreim, az evangélium szívéhez vezet. A kereszt halálhoz, amire most Jézus készül, amelyhez elválaszthatatlanul kapcsolódik a feltámadása és a dicsősége. Jézus tette érthetetlen. Csak úgy, mint a szenvedése a kereszt halálon. Pál apostol meg is mondja, hogy a hitetleneknek, akik nem hisznek, a kereszt balgaság, botrány. Sem az oltári szentséget, sem a keresztet, sem a lábmosást nem lehetett ott abban a pillanatban megérteni. Csak később. Csak is a húsvét fényében. Mert a húsvét az a kulcs az evangéliumhoz. Péter még nem érti. Ezt a történetet a nagypéntek és a húsvét fogja neki megmagyarázni,
mert hogy ezt megértse, ez husvéti hit kell. Hallottuk, Péter milyen elszántan tiltakozik. Az én lábamat semmiképpen nem mosod meg soha. És a lábmosás által kerülnek Jézussal egy sors közösségbe a tanítványok. Tehát itt és most akkor Péter a Jézussal való sors közösség ellen tiltakozik, persze tudatlanul. Visszahőkölve meghátrál. Te, Uram, az enyémet? Nem tudom rólad elképzelni. Nem akarja, hogy így megalázkodjon Jézus. Inkább fordítva. Úgy kellene, hogy én mosom meg a te lábadat. És a mester áll, és vizet önt a tálba, és megmossa a lábát. És ezt az égető szégyent érzi talán Péter, amikor az ő lábára kerül a sor. Jézus nem kéri a szolgálatot, hanem cselekszi. Alázatosan. Egy pillanat alatt az élet a társadalom kivetettjeinek sorstársává, az emberek testvérévé és szolgájává válik. És valljuk meg, Péter nem is volna Péter, ha nem tiltakozna. Hogy az ő izzadt, poros, fáradt lábát Jézus megmossa. Képes lenne Péter mindenre, csak most ne kelljen oda nyújtania Jézusnak a piszkos lábát. És az is igaz, Jézus nem dicséri meg Péter tiltakozását, sőt, le is korbolja. Ha meg nem mosom a lábadat, semmi között sincs én hozzám. Milyen félelmetes ez a mondat. Most még nem érted, Péter. Most csak annyit látsz, hogy térdelek előtted, de hadd mossam meg a lábaidat, mert csak így leszel alkalmas, hogy te is megmosd másokét. Tudd meg, hogyha a tanítványom vagy, neked is le kell hajolnod mások elé. Tanuld meg, hogy csak a szolgálat által lesz között hozzám. Hiszen azért jöttem, hogy szolgáljak, és bennem meg kell látnod az Atya szolgáját. Megcselekszem, és elvégzem, mielőtt bevégeztetne. Hogy amikor megtörténik, akkor higgyétek, hogy én vagyok. A megrendülésetek mély pontján, a szenvedésetek mély pontján is higgyétek. Ezt most még nem értitek, de el fog jönni az idő, amikor rádöbbentek, hogy én vagyok. Rádöbbentek, hogy én ki vagyok. És kedves testvéreim, a lábak megmosásához hatalom is kell. Mert az alázatban, a lemondásban van a nagyság. És ezt is meg kell tanulnunk a mi mesterünktől, Jézusunktól. A szeretet, a lemondások gyakorlása, a végső, a teljes lemondáshoz, önmagunk átadásához. És megy körbe Jézus, derekán a vászonkendő, és mossa a lábakat, Júdásét is. No, a Júdás szándéka már ekkor ismert volt Jézus előtt. Júdás tragédiája az, hogy nem akar
nem változott meg ettől a lábmosástól. Az utolsó vacsora termében megy körbe kézről kézre a kenyér, a már oltári szentség, azután a kehely is, a szentvér, és a nagy csendben egyszer csak megszólal Jézus. Ez az én testem, ez az én vérem. Micsoda csoda történik ott. Micsoda vallomás. Vegyétek, érezzétek, én vagyok benne. Én vagyok. Ha nem veszitek és nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, semmi közöttök nincs hozzám. Vegyétek, egyétek és igyátok, hogy egyek legyünk. Eucharisztia, egyesülés Jézussal. Péter elgondolkodik Jézus cselekedetén, a lábmosáson. Ez igazságtalanság. Ez mindenki feladata, csak éppen Jézusé nem. És így igaz. Csak hogy akkor Péter nem kap semmit abból, ami a mesteré. Ha nem így történik, akkor nem lesz semmi köze a Péternek Jézushoz, a mesterhez. És szinte egy pillanat alatt rádöbben erre Péter, és ez az egyetlen, ami vigasztal, hogy közöm lehet hozzá. Hogy közöm van hozzá. Kedves testvérek, sok rossz dolog történhet velünk itt a Földön. De higgyétek el, a legrosszabb az, amikor nincs közünk Jézushoz. És akkor Péter a rá jellemző heves lelkesedéssel ismét átesik a másik végletbe. Akkor ne csak a lábomat, a kezemet is, a fejemet is, szinte az egész testemet mosd meg. És Péter lecsitítja. Péter, Péter, ha világosságban jársz, ha hozzám tartozol, akkor ezután már nem fogsz bepiszkolódni. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. Péter, ha engeded, hogy a lábadat megmossam, akkor hidd el, tiszta, fehér leszel, mint a hó. Jézus előre lát, kedves testvéreim, ezen az estén. Előre lát ezen az estén, amelyet a tanítványainak ajándékoz. Ott az élet és a halál küszöbén áll. Az élete utolsó óráit is a szolgálattal tölti, mert ennyire szerette az övét. Mindvégig. Simone Weil azt mondja, a világ a szeretet őrületében született. Nekünk, mai tanítványoknak is meg kell tanulnunk, hogy a megértést azt mindig megelőzi az engedelmesség. Ha ő, az Úr és Mester, megmossa a tanítványoknak a lábait, akkor milyen jó címen vonom ki magam a szolgálat alól, a lehajlás alól. Jézusnak olyan nevet ajándékozott az Atya, amely előtt minden térnek meg kell hajolnia a mennyben és a földön önként, vagy egyszer kényszerből.
és egyszer majd megértünk mindent. Igen, ez ígéret. Addig be kell érnünk azzal, hogy utólag fog megvilágosodni számunkra minden. A húsvét fényében, a pünkösdi tűzben, a Szentlélekben. Ez az új lecke mai tanítványoknak, nekünk. Onnan fogsz meglátszani, hogy tanítvány vagy. Onnan látják azt, hogy az én tanítványom vagy, ha szolgálsz. Értitek-e ezt? Kérdezi Jézus. Amit tettem, az példaadás és útmutatás. És az én tetteim meg kell, hogy jelenjenek a ti életetekben is, a ti tetteitekben is. Nincs olyan szolgálat, amelynek kötelezettsége alól felmenthetném magam, legyen az bármiféle szolgálat itt a Földön, bármiféle hivatás és munka, vagy tanulás. Mert kedves testvérem, ez a tanítványnak nem alternatívája, hanem kötelessége. Amit Jézus tett, az a többi tanítvány számára is meglepő, felforgató, mint Péternek, és ők hallgatnak, egy szót nem szólnak ott az utolsó vacsorán. Ez a példa nem egy szertartás ismétlését írja elő évről évre, hanem a szolgálatot. A szolgálatnak a megerősítését. Értitek? Kérdezte akkor Jézus, és kérdezi ma is. És ez annyit jelent, hogy kövess engem. És csak akkor vagyunk tanítványok, akkor vagyunk Krisztusiak testvéreim, ha követjük őt, a Mestert. És a Krisztus követéssel, a szolgálattal nem a fele barátodnak tartozol, hanem Jézus Krisztusnak. Ezen a vacsorán Jézus milyen különös módon mutatta meg önmagát, testét és vérét, alázatos szolgáló szeretetét. Kedves testvéreim, nem az evangéliumok magyarázzák az ő halálát, szenvedését, hanem a halála és a feltámadása magyarázza az evangéliumot. Jézusunk, köszönjük, hogy itt vagy velünk valóságosan az oltári szentségben, hogy szolgai alakot öltve táplálsz bennünket, segítesz, formálsz, és vezetsz életünk útján. Kérjük szent kegyelmedet, segítségedet, megértsük, hogy ki vagy te, és hogy alázatos, hű szolgák lehessünk. Amen. Kérjük testvéreim, a mennyei atyát ebben az ünnepi órában, amikor isteni főpapunk Jézus Krisztus ránk hagyta szenvedésének emlékét, az oltári szentséget. Könyörgünk, Urunk, Szentegyházadért, a pápáért, a püspökökért, a papságért és a hívekért, hogy kegyelmet őrizzen meg mindnyájunkat hitben, egységben és szeretetben. Könyörgünk, Urunk, az egész világ békéjéért, népünk jólétéért és hazánk vezetőjéért.
azokért a testvéreinkért, akik Jézust elhagyták. Könyörgünk, Urunk, hogy az oltári szentség magunkhoz vétele hívő közösségünket a szeretet családjává tegye. Könyörgünk, Urunk, elhunyt szeretteinkért, hogy a szent áldozat gyümölcsenként felragyogjon előttük az örök élet boldogító világossága. Őrizd meg, mennyei Atyánk, mindenható örök Isten, mindazokat, akiket szent fiadnak adtál, hogy mindannyian egyek legyünk, és szent hitünkben megerősödjünk. Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, segíts, hogy méltón ünnepeljük ezeket a szent titkokat, mert valahányszor ennek az áldozatnak emlékét megöljük, a megváltás műve valósul meg bennünk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi, Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert ő az igazi örök főpap, ki üdvösségünkért feláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, erőt áraszt lelkünkbe, ha értünk ontod vérét isszuk, tisztára mos minket.
És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Mindenség, Ura Istenem, dicsőségedbe tölti a mennyed és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott aki jön az Úr nevében. Hozsanna a valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséged választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal és dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt,
Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhúny testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk! Kérünk mindenható Istenünk, hogy amint most az utolsó vacsora táplálékával megerősítesz minket, Tégy egykor szent fiad örök lakomájának részesévé, Krisztus, a mi Urunk által. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küldd el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztus felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Most a Szent Mise végén majd őrzési helyére visszük az oltári szentséget. Ezt követően oltárfosztás lesz annak emlékére, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Majd elkezdjük a virrasztásunkat, nehogy bennünket is az a vád érjen, mint a tanítványokat, mint Pétert, egy órácskát sem tudtok velem együtt virrasztani. Már este Jézus megkezdi szenvedését, vérrel verejtékezését a Getsemáni kertben. Mi is ott leszünk most mellette, az ima óránk alatt. Szeretettel várunk mindenkit. Kedves testvérek, nem fejeződik be ma a szertartás, mert holnap folytatjuk. Holnap nagypéntek, Krisztus Urunk kereszt halálának az ünnepe. Ne felejtsük el, hogy holnap szigorú böjti nap lesz. Húst nem eszünk, háromszor étkezünk, és ebből egyszer lakunk jól. Templomunk 10 órától nyitva lesz, aki erre jár, vagy van egy kis ideje, amúgy is holnap munkaszüneti nap lesz. Vegyük a fáradtságot, hogy eljövünk, imádkozunk az oltári szentség előtt, önmagunkba nézünk, és megköszönjük Jézusnak, hogy itt van közöttünk, hogy megváltott bennünket. Holnap délután 5 órakor kezdődik a keresztúti ájtatosság, 6 órakor folytatjuk a megkezdett ünneplést a nagypénteki szertartással. Halljuk majd a passiót, a Szent Kereszt leleplezése lesz, hódolunk a Szent Kereszt előtt, és az áldozásnak lesz a liturgiája, áldozhatunk is. Szeretettel hívjuk a kedves híveket.